Sziasztok, szép estét kívánok, üdvözlök mindenkit. Ismét itt vagyok, és folytatjuk a Demon Souls-t, és hát, ha minden igaz, be is fejezzük, bár ez, hát tudjátok, ahogy sikerül. Ez a terv legalábbis. Ugyanis már csak főnökök vannak, meg úgy az endgame nagyjából, és hát én bízom benne, hogy menni fog. Nem tudom, kipróbáljuk, próbálkozunk. Aztán ahogy sikerül. Az vigasztal egy kicsit, hogy talán ebben a játékban nem is a bosszok a nehezek, hanem az odáig vezető út, de itt már hát a bosszok nagy része már kanyultásnyira van, úgyhogy bosszranok talán már csak egy lesz. De az is ilyen nagyon rövid. Úgyhogy ez a mai menü, megpróbáljuk végigvinni most már a Demon's Souls-t. Alapvetően így is terveztem, hogy nagyjából így március közepére ez legyen is meg. Na, úgyhogy akkor sziasztok, szép estét! Működik a bot. Nevermind, neked volt igazat, egy library update kellett, és működik. Úgy, hát legalábbis úgy tűnik, hogy működik. Aztán, hát majd így folyamatában még majd kiderül. Na, úgyhogy akkor ez a mai menü. Úgyhogy akkor vágjunk is bele. Oké. Okay. Egészségetekre. Ez tényleg bitter, ez a sör. Kizárt, hogy bug lenne az általad írt részben. Hát nincs bug. Oké, okay. Na, itt vagyunk a Nexusban. Minden adminisztratívat elintéztem, szóval szintet lépni, fejleszteni, semmi ilyesmit nem tudunk. Úgyhogy megyünk is tovább, csak puskázok egy kicsit, hogy merre kéne tovább menni. Szerintem Ivory Tower lesz. Tehát a 3.3-as Word-be megyünk tovább. Hát annyira bugmentes a kód, mint amennyire a streamek Death Less Run-ok. Akkor azok. Így van. Szóval mennyire bitter? Hát bitter. Nem ide. Nem ide. Sose tudom, hogy melyik az a... Igen, ide. Szóval bitter, de sörnél ez hozzá lehet szokni. Az első két korty, ami olyan, hogy... De utána tök jó. Meg én szeretem ezeket a bitter éleket is. Hol vagyunk? Ja, igen, itt volt a Man Eater. Ugye ez a dupla boss, és akkor erre jövünk tovább. Az igen. Nincs valami jó bőrben a fickó. Tehát, hogy így akkor ő így summonol egy démont. Ennyi volt? Hangos a játék.
Megyünk. Ó, de utállak téged, te. Csilingeljé. Jó, és akkor ennyi, ez már boss room. Tehát akkor csak leraktak ide is pár ellenfelet, tehát nem bírták ki. Ja, igen, ez már boss room. Shit. Okay. Hát jó. Ennyi? I mean... Ez rohadt sok szék itt. Hát... jó. És akkor itt nincs is más. Golden Demon Soul, jó, hát ez a bossnak a soulja. Gondolom valami tanszék értekezlet volt itt. Azért ez a sok szék. Na jó, hát akkor nem tudom, menjünk vissza. Jó. Mondanám, hogy bemelegítésnek jó volt, de nem. Még annak se. Stone of the Tower Queen. Ó, és akkor most már Pure White Tendency van, ha itt látjátok. Nem ezt, hanem ami egyel arrébb van. Csak ott már az ujjam nincs ott. Ott már Pure White a Tendency. Na jó, mindegy. Szintet lépünk. Hát, amúgy. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Let strength be granted to the. Mennyi a HP-ra most? Mindegy. És még kéne 5000. Art thou finished? Hát, nem tudom, így endgame-be valamit. Lehet, hogy veszünk. Hát igen, veszünk egy kis HP-t.
Meg szerintem... Veszünk nyilat. Hogy Endurance volt-e fejlesztve? Hát szerintem... Ha volt is... Hát... Őszintén szóval nem tudom. Ez a Warrior, ez hol kezd? Vagy Temple Knight, bocsánat. Mert hogy 13-as az Endurance-ünk, azt nem emlékszem, hogy a Temple Knight hol kezd. Hanyos szinten. De ha adtunk is rá talán egyet-kettőt, de... Hát az se kizárt, hogy nem is adtunk rá egyáltalán. Na, venni kéne nyilat. Oké, ez valahol a bóba. Ez meg a crossbowba, de mi bót fogunk használni. Ez egy kicsit sok. Jó. Oké, hát megyünk tovább. És akkor a Altar of Storms-ba megyünk. Nem ide. Itt már voltunk. Itt is voltunk. Hát akkor kizárásos alapon. Lol, nem volt fejlesztve, jó. Hát mondom, lehetett volna egyébként, csak úgy különösebben semmi nem igényelt ennél több staminát. Na, és akkor itt meg egyből boss arénába megyünk, viszont ide most beteszem a bót. Ez majd kelleni fog. Ez remek. Hasát lőjem, oké. Leszedjük a kicsiket. Sok kicsi van. Többnyire kellett volna.
Csak nem kifogyhatatlanok. Na jó, induljunk meg. Az igen. Oké. Okay. Főnök úgy gondolta, hogy beszáll a buliba. Jó lenne találni valami fedezéket. De nem ez lesz az. Yeah. De. Az mi? Ó! Storm Ruler. Ez csak nem... Ez valószínű olyan, mint tudjátok a... mi az a boss fight? A Elden Ringbe. Togada! Rijkaard, igen. Na, ahhoz is kellett egy külön fegyver. Thank you.
Megvárjuk, amíg visszafele jön. Ez jó, jó fedezéknek ez a, ez a nagy oszlop itt. Most miért nem sebződött? Jó, most sebződött. Ó, türelmesen. Megint megvárjunk, hogy visszajöjjön. Ezek szerint csak akkor sebződik, ha pont alattunk, hát nem tudom, pont alatta vagyunk. Nem tudom. Igen, ez is egy kicsit olyan puzzle-sebb volt. Jó, hogy ezt a fegyvert megtaláltuk, mert ilyen nem tudom, hogy, le lehet egyáltalán szedni. Még itt körbeszaladok, hogy van-e valami. Akkor ez a boss is megvan. Cloudstone chunk. Chunky chunk. Na. Gyerünk, Erzsike. Hol a... Ja, még ott is van valami. Lehet, hogy ez a... kicsiknek a maradványa. Hát, az ott marad. Na. Storm Demon Soul. Na hát akkor ez is megvan. Oké is. Jó. Na visszatesszük a Uchit. Megesszük a Soul-t. És lépünk szintet. Hello! Menj el HP-ra. Mi a HP-csíkunk lett? Jó. Letesszük a cuccokat és megyünk tovább. Ja, meg megjavítjuk a... Te mit? Mondjuk a... Armort. Ja, ezt el akartam olvasni.
Oké. Hát sokat nem mond, de ja. Igen, ez a célszerszáma ez a bosshoz. Jó. Na, és akkor következő lesz a Rotting Heaven. Ez kizárásos alapon itt van. És akkor itt is. Ice of the Shadow Man, bocs, csak White Tendency van. Nem Pure White. Na várjatok. Mert akkor viszont lehet, hogy nem rohanunk annyira. Hanem lehet, hogy visszamegyünk a Ritual Pass-hoz. És ott megnézzük, hogy most föl tudjuk-e venni a katonát. Amit korábban akartam. Csak jó lenne, hogyha White maradna a Word, ha értitek, mire gondolok. Hogy is volt? Szasz. Oda kéne eljutnunk, ahol Patches belökött minket. Fú, de utáltam ezt a mappot, te jó Isten. Ide. És igen, itt tudunk lejönni. Mert elvileg itt van egy katana, ami tök jó, bár lehet, hogy nekünk már nem lesz elég jó. Csak ezt. Na várjatok, ezt hogy lehet fölvenni? Hát azt írja a White World-re, hogy akkor a test a földön lesz. What the hell, mate? Nem White World tendency van itt? Na várjatok, már lehet, hogy keverem ám. Shrine of Storms és White World Tendency van. És mégse a földön van a hulla. Ennél white-abb nem lesz szerintem, na várjatok. Egy 2 percet fogok ezzel még foglalkozni, aztán hogyha nem, akkor akkor hagyjuk. Hát én ezt akárhogy is nézem, ez white. Nem pure white, de white. White kell. Sima white, nem pure. Jó, akkor más guide-ot nézünk? Vagy kattintanom kéne még egyet. Ó, itt már Pure White-ot ír. Oké. Sorry. Oké. Jó. Hát akkor... én kérek elnézést.
Szóval csak az, de amúgy akkor ennél vájtabb hogy lesz? Tehát most, hogy itt mindenki halott. Minden démon, archdémon. Mindenki. Hogy lesz? Pure white. Üljek invader. Szasz. Hogy invédeljem magam. Az 200 IQ amúgy. Na jó, hát akkor... akkor megyünk tovább. Érdekes boss fight lesz, ha minden igaz. Na várjatok. Ja, jó. Mondom, hova és merre? Gyűlik a csati pont rendesen? Még kevés, jó. Hát nem tudom, nézzük, hogy mit lehet itt tenni. Annak mi van a hátán? Go forth, Galvin. May you be unharmed. És akkor ez a Gál... Van a Gál Vinárd, vagy hogy hívják. Ó,
lehet nem is erre kellett volna jönni. Akkor nem erre kell jönni. A plég ellen mink van? Videos Lotus. Csak hogy most vissza tudok menni? Nem tudok vissza menni. Jó, meg kell tanulni, hogy hogy van ez a boss room. Semmi baj. Ó, Sherry Tadri, ez annyira helyén való volt. Igen, ez most betalált. Most van egy ilyen challenge. A Elden Ring challenge. A Let Me Solo Her csinálja. Hogy Elden Ring all boss run, csak minden boss Melania. Tehát menj végig a játékon, és minden boss Melania. Hát lehet, hogy a tutorial boss az nem. Meg hát azt... Hát... Igen. Ezt nem tudom, hogy meg kell-e csinálni. Na, itt van Garland. Hát, próbáljuk meg lenyomni. Astrea. You killed him, didn't you? Very well. I can no longer resist you. Do as you like. Take your precious demon soul. Ah!
ez egy nagyon szomorú, ez volt szerintem a legszomorúbb boss halál, amit eddig valaha láttam. So sad. Jó, viszont visszamegyünk még egy pillanatra. Csak megnézzük, hogy valamit dobott-e a... Ide érünk és egyből Plague. Na, kedvenc. Az, hogy a Garland dobott-e valamit. Dark Silver. Haza még megnézzük, csak ne itt a Plague-be álljunk már. Tuti van, aki neki áll csapatni. Amúgy lehet is. Tehát lehet ez másként is. De én erre voltam kíváncsi, hogy ez hogy néz ki. Jó, szintet lépünk. Hát... Nem tudom, adjunk akkor Endurance-re. Mondjuk tudunk adni kettőt, főmegy hárommal azt, aminek. Teljesen mindegy, menj el HP-ra. Stamina az menedzselhető, maradjunk annyiba. Jó, megjavítjuk a felszerelésünk. Növelni az Equip Burden, de már nincs mit burdenölni lassan, egy boss van hátra kb. Is. Tehát már nincs lassan mit felszedni. Jó, azért akarom megnézni. Shit, nem tudjuk fölvenni. Ó, gondolom hiányzik valami cucc hozzá. Valami stat, mi? Ha? Miért nem tudom fölvenni? Jól néz ki. Nem mintha hordanám, mert iszonyat tömege van, de... De miért nem tudom fölvenni? És nem is ír semmit, hogy... Ez szomorú, azt kell, hogy mondjam. Shieldjét be lehet tenni. Dark Tendency kell hozzá? Van olyan, hogy Dark Tendency kell. És az ízét sem láttam egyébként a... Ö...
Ja, mert neki csak shieldje volt. Tehát nem tudom júzolni. Na mindegy, megnéztem volna, de akkor csak letesszük. Majd utána olvasok, hogy miért nem tudjuk fölvenni. Ez egy standard shield. Hát, itt semmit nem ír, hogy... Nope. Na mindegy, fura. De hát ez van. Ó, hogy ez mail only. Köszi, nevermind, oké. Értem. Na, és akkor elvileg egy map van hátra. Ez gyanítom egy picit hosszabb lesz, mint az első három volt. Ja. Oké, nevermind. Hát nemet most nem váltunk. Ha meg bugos, akkor meg nem hagyjuk fönt, az biztos. Na, irány a király. Jó. Hát, mondhatni olyasmilyen főbossz jellegű, hát majd meglátjuk, mert... Pontosan én se tudom, hogy... Hogy van, mint van. Az ott micsoda? Hát ez remek. Na gyere, Gizi. Bleed el. Penetrating sword. Penetrál a sword. Na várjatok. Anyád. Akarom mondani. Az ott miért sebzett? Na gyere! Annak nagyon-nagyon nagy pajzsa van. Gyere!
Ide, gyere. Jelent neki a seggező. Cikcok. Oké, ez intenz volt. White bow. Jó, és akkor most merre menjünk? Mindegy, megyünk valamerre. Stone of Ephemeral Eyes. Ez egy kapu. Jó, mindegy, megyünk tovább. Hearthstone chunk. Valaki még itt vergődött, ugye? Igen, valaki még itt van. És lövöldözik. Ah, te vagy az? Hello! Még volt egy. Ez a boss run, reméljük lesz shortcut, mert még legalább ad egy csomó healt.
Mondjuk a három piros az ugye nem éled újra. Remélem, legalábbis. Hát igen, ha megvan elsőre, nem kell shortcut. Ez így van. Ó, de hiányoztál. Megérkezett a kék. Nem akarom. És itt hogy lehet amúgy átjutni? Tehát... Oké. Hát igen, szerintem itt amúgy most meg lehetne ölni. Mondom, a kérdés az... Meg se érzi. Hat! Láttátok? Négy. Kezdem magam úgy érezni, mint a Horizon Zero Dawnba. Ki vagy fejlesztve meg minden, ki vagy tesízve. És így belelősz egy robotba is, kettő. Hát, ha Poison beütne. Alá be lehet futni? Be lehet. Hát, maradjunk annyiba, hogy ez egy optional boss. Ott egy régi ismerős. Night Shield. Ezt tudjátok ki? Hm.
Mindjárt megyünk. Csak. Blue Eye Night Graves. De hogy van az, hogy ő rajta csak 13-at sebez? Amúgy Ostrava. Ja, előjött. Semmi nincs nálunk, amivel... Hát, most dobáljam kunájjal. Hello, Sheriff. Hagyjuk! Optional boss. Az se nem egyedül, hogy... Csóri Ostravát meg fogja ölni. Ó! Oh. Ez Shedit Adri, ez az. Jó. Na most az a kérdés, hogy menjünk el. A kardért, amit szerintem nem is tudunk használni, mert szerintem az egy strength weapon. Hát lehet, hogy akkor nem megyünk el. Nincs is itt most Artstone. Na jó, nézzük ezt a bosst. Na hát te ide még nagyon kellettél amúgy. Runeshield, Runesword.
Már hiányzott egy jó lift. Nem is nagyon volt ebben a játékban lift. Pedig milyen Souls game az, amiben nincsen lift. Legalább ami fölviszi ilyen 300 emelet magasra. És ez fölvisz 300 emelet magasba. Hát... volt egy pár ilyen, de... nem sok. Na lássuk. És ez a Soul Brand card, ugye mondta, hogy a Demon Brand a testvére kardnak. Az igen. Rohadt gyors amúgy. Remek. Soul level drain. Abba! Hát nem hagy hílelni. Hagyd már abba! Ah.
ott is van. Ó. Atya ég. Na. Na, ez menő volt. Ez menő volt. How did you defeat my demonic reflection? Hogy mi? How many souls might you have devoured, I wonder? The rest is up to the old one. If it is to be, then you shall be beckoned. Oké. Okay. És akkor gondolom innen már csak a Nexus van hátra. És akkor visszamegyünk a Nexusba. De menő. Ez kicsoda? Vagy micsoda? Sájhulud, igen, ezen gondolkodtam, nevermind, hogy honnan rémlik, de igen, a dűnéből. Ez nem jutott eszembe, így agyaltam, hogy... What? Jó, és... És a... De figyelj, már beszéljük már meg ezt, hogy most mi van. Let us proceed below.
Oh. Kicsit benőtte. You have been chosen by the old one. Ki lettem választva? The everlasting demon souls, or has the monumental blinded you? Whatever your choice, you are our first visitor. May you be welcome here. Tehát választanom kell. Surely you have seen for yourself the pain and suffering that fills this world. But God is merciful, and so created the Old One, a poison to the poison. The Old One will feed upon our souls and put an end to this tragedy. Tudok olyat, hogy nem ölöm meg? Most öljük meg, vagy ne öljük meg? Nem kell egy kukac ellen. Nem tudom, valahogy... Tehát, hogy... Nem, mindegy, megölöm. Aztán majd... Hát igen, ez a király, de nem a démon kivetülése, vagy... Hát nem tudom. És akkor itt a Soul Brand a kardja. Hát akkor meg kell törnie. Jó. Hova? Hogy? Ja, vagy csak így lépjek le. My thanks. At last. The end is in sight. Nem csapjuk meg. Segített nekünk. From the demons, but also lost its knowledge of the soul arts.
The souls lost during the pandemonium were never retrieved. And today, the unstable world has another monumental to hold its fabric together. A brave new hero of unprecedented power. Azok mi vagyunk? Na, hát a végére is értünk. Az első Souls game-nek, ami így megjelent, igaz, hogy remake, de ez volt az első Souls game. Alapvetően hát hozza azt a hangulatot, meg azt a világalkotást, amit el is várhatunk egy Souls game-től. Nyilván vannak még apróságok, amik nem olyanok, mint az újabbakban, de hát ezt majd, ahogy szépen haladunk előre, látjuk, hogy azért hogyan csiszolódott ez az egész játék stílus, így a From Software kezei között. Igen, érződik rajta, hogy ez jött ki legelőször, viszont az a baj, vagy hogy mondjam, nem tudom, hogy az eredeti milyen volt. Ugye ez egy remake, és én nem tartom kizártnak, hogy azért a remake-en állítottak itt-ott egy kicsit. Majd lehet, hogy nézek egy-két videót, ugyanez csak potétó. Igen, tehát pont erre a potétó dologra gondolok, hogy valóban gondolom a map, meg úgy nagyon sok minden ugyanez, csak olyan clunkibb, vagy olyan fapadosabb az egész dolog. Nem tudom, hogy érzésre milyen. Még kevesebbet látok a sötét részeken. Hát igen, gondolom. De alapvetően ez is azért elég jó ki van hegyezve. Volt egy-két olyan rész, ami rohadt idegesítő, főleg az ilyen folgászos részek, amik tényleg szörnyűek, de hát mindegy, ez ilyen alapvetően. De a többi része az tényleg hozza ugyanazt a hangulatot, meg ugyanazt a konstrukciót, mint az összes többi Souls game. Kivéve az Elden Ringet, mert az egy teljesen más kategória egyébként. Az egy más szint. Még a többihez képest is. Mindegy, megyünk tovább majd, ugyanis hát nyilván a végjátszásokkal megyünk tovább. A Souls game-ek közül hát valószínű akkor a Dark Souls-okat fogjuk most lenyomni. Ugye a egynek a remastered verzióját, a kettő az ugye az alap, tehát a kettő, illetve a hármat is, és nyomjuk az összes DLC-t. Tehát mindent. A DLC-ktől valószínű agyvérzést fogunk kapni, de hát ez van. Azt beszéltük, hogy végignyomjuk, akkor végignyomjuk. Úgyhogy ezek lesznek. Utána meg majd meglátjuk. Igazából már úgy nagyjából megvan. Hát most a kérdés az, hogy a Sekiro vagy a Bloodborne legyen a Dark Souls-ok után. Meglátjuk. A Scholar of the First Sin van meg. Tehát az van meg. Ugye a Dark Souls 3-ból is azt hiszem a Game of the... Hát... Nem is tudom, hogy abból az milyen edition volt, de abból is megvan mind. Ugye a remaster meg remaster. Ugye a Bloodborne-ból megvan minden, ugye ott egy DLC volt, és a DLC-vel én még nem is játszottam, tehát én csak az alapgémet játszottam végig.
Szóval, igen. Hát a Sekiro... Sekiro az nem is tudom, jött a DLC. Arra nem emlékszem. Ez nem azt jelenti, hogy nem jött, de én nem emlékszem rá, hogy lenne. Na mindegy, a Sekiro még nincs, azt még nem vettem meg. Az még nincs meg. És most megnéztem, és az a helyzet, hogy a izébe sincs benne a PS Plus-ba. Ez amúgy a Demon's Souls Remaster benne van a PS Plus előfizetésbe. Ami elég menő azért, egy 70 eurós játék. És ez úgy is van meg ugye a előfizetésből. Na mindegy, a lényeg, hogy nyomjuk azokat is, de most egy picit megállunk a Souls game-ekkel, ugyanis van egy pár tartozásom. Ugye holnap, ugye délután lesz egy meló stream, utána pedig retro game-ekkel fogunk játszani. Hát, én megmondom őszintén, hogy tehát a Ubisoftnál még mindig van lentebb. Ugye kb. Egy hétig nem tudtam bejelentkezni, mármint hogy úgy nem tudtam bejelentkezni, hogy se a webes account, se a Ubisoft Store app nem működött rendesen, tehát nem jött be a store. A honlapjukon meg nem tudtam bejelentkezni a store-ban, nem azért, mert a password rossz volt, mert az jó volt, csak egyszerűen kidobott. Na mindegy, és most be tudtam jelentkezni, de nem tudom megvenni a Settlers-t, mert beírom a bankkártya adataimat, vagy PayPal-t valamit, akkor mindig visszadobja, hogy nem sikerült a vásárlás, szóval akkor valószínű a Settlers-el nem fogunk játszani, ha csak holnap valami nagy csoda folytán meg nem tudom esetleg venni. Hihetetlen egyébként, hogy az, hogy a Ubisoft gémek olyanok, amilyenek, nyilván azt meg lehet szokni, most bugos, meg mit tudom én, oké, annyira nem vészes egyébként, de hogy nem lehet belük, nem lehet tőlük vásárolni, azért az elég menő. Tehát az elég kemény. The Town with No Name is Amigán volt, de arra nem emlékszem, szerintem az nekem nem volt meg. Pár amigás játék rémlik, de azokat nem nagyon tudtam így föllelni, majd hát agyalok még holnap, hogy mit lehetne, kitalálom még. Na mindegy, szóval ez. Hétfőn valószínű a ti kértetek rovat lesz, a Broken Age-el fogunk játszani. Az egy ilyen elvileg egy streames játék, ha minden igaz. Illetve hát kedden meglátjuk, hogy mi lesz, vagy végignyomjuk a Journey-t, most már tényleg, vagy elkezdjük a Quantum Break-et, az is a ti kértétek rovatba volt, most pont akciós volt mindkettő, úgyhogy be is szereztem gyorsan, úgyhogy ezek fognak menni, mindjárt ránézek még, hogy már fölírtam itt magamnak. Igen, akkor volt egy ilyen, ti kértétek a Antichamber, egy ilyen, hát ilyen puzzle game tulajdonképpen. Alapvetően ez lesz így a márciusi program, úgy unblock, tehát ezek a játékok, és aztán április 1-én pedig elkezdjük a The Last of Us-t. Úgyhogy április 1-től azokat fogjuk nyomni. Így sorban egymás után. Tehát nem várjuk meg, hogy a kettő is kijöjjön PC-re, ki tudja, mikor jön. Az egyet végig nyomjuk PC-ről, megnézzük, hogy milyen, hogy néz ki, meg hogy sikerült a port. Elvileg kedden jön ki, 28-án, de kedden már nem kezdeném el, még akkor valószínű befejezzük a Quantum Break-et, vagy valamit még ott mókolunk. Aztán mondom, két hét múlva szombaton pedig elkezdjük a Last of Us-okat. PC-ről a Part 1-et, a Part 2-t pedig akkor PS-ről. Mindegy, igazából lehet még a PS jobb is, hogy egy gépről ne menjem.
Broken Age hosszabbnak rémlik. Én ilyen másfél-két órára néztem YouTube-on egy-egy videóba, így beletekergettem, nem néztem bele, tehát nem úgy, hogy értsem is, hogy mi történik, nem akartam leszpoilerezni. De meglátjuk, hogyha nem fél be egy streambe, akkor megy kettőbe. Nem gond. Na úgyhogy ez a program, és akkor a Last of Us-ok után pedig visszatérünk akkor a Dark Souls-okkal. Ami hát bőven május lesz szerintem. Mert a... Hát igen, azért a Last of Us-ok legalább a két rész olyan... Hát 30 óra minimum, de inkább 40. Főleg, hogyha... Ha én játszok. Jó. Az így a end credits alatt elmenni alvóba, az nem lenne jó ötlet. Na mindegy, szóval... ja. Az egy 40 óra, az ilyen jó pár stream lesz. Ez valószínű ott akkor hosszabb streamek is lesznek, tehát nem ilyen másfél-két órásak, mint mostanában. Itt alapvetően azért másfél-két óra, mert most ugye a Demon's Souls-nál ugye a ritmust elég jól megadta, hogy egy-egy mappon megyünk végig. Ja. Na mindegy. Szóval ez úgy nagyjából a program, hát hogy a Dark Souls-ok mennyi idő lesz? Lehet, hogy ezzel leszünk egész nyáron. Sok, jaja. Hát igen, hogyha minden DLC, minden kő alá, bokor alá, mindenhova benézünk, hát annyi lesz szerintem, mint az Elden Ring volt. Sőt, hát mondjuk a körül azért 150 óra volt az Elden Ring. Na jó, lehet annyi nem lesz, de meglátjuk. Hát, a kettő... Hát jó, igen, mondjuk attól függ, hogy játsszuk. Az, hogy ilyen 100%-oljuk a játékot, hát megpróbáljuk. Tehát ilyen all boss run. De ha valahol nagyon elakadunk, akkor lehet, hogy nem erőltetem. Emlékszem, a Bloodborne-ban volt kettő boss, aminél azt mondtam, hogy nem, két optional boss. Most majd persze megpróbáljuk azokat is, mert le kell nyomni mindenkit, de azoknál mondtam azt, hogy menjünk tovább inkább. És megkaptuk a Maiden in Black Demon Soul-t. Of the lost withdrawn from its vessel. Let strength be granted so the world might be mended. Soul of the lost withdrawn from its vessel. Let strength be granted so the world might be mended. So the world might be mended. És akkor ez már a New Game Plus lenne, ha van. Nem is tudom, hogy abban van-e. Thou canst not quit the Nexus, but the five archstones will guide thee to the outer lands. Hát így kezdődött a játék. Akkor ez New Game Plus, jaja. Ja, így van. Jó. Akkor van New Game Plus, ezt jó tudni. Nem mint a bármit is kezdnénk vele. Szóval egy 73-as szintűek vagyunk, ugye 75-ösek voltunk, amikor bementünk a Kingalandhoz, csak ugye kettőt levett tőlünk. Mert ugye azzal a kék izé támadással dréneli a soul levelt. A rohadék. Úgyhogy... Ja.
ezért 73-as szinten hagyjuk abba. Na, hát akkor itt megállunk, alapvetően, mert hát befejeztük a gémet, úgyhogy nem ezt akartam, bocsánat. Jaj, ezt, igen. Szóval itt most megállunk, mert hát végigjátszottuk a gémet. Én őszintén szóval nagyon élveztem, egy-két részt leszámítva. De a 98%-át azt nagyon élveztem, tényleg hozta a hangulatot, amit kell hoznia, úgyhogy mindenképp érdemes volt vele játszani. Én nagyon szépen köszönöm, hogy velem együtt néztétek, velem együtt élveztétek ezt a játékot. Megyünk tovább, és folytatjuk a többi Souls game-mel hamarosan. Viszont akkor mára megköszönöm a figyelmet, nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy itt voltatok, hogy végignéztétek itt a Demon's Souls-t. Találkozzunk holnap, szokásosan szerintem olyan 4 óra körül délután, és akkor nyomunk egy kis mellow streamet. Köszönöm szépen, legyen kellemes hétvégétek és kellemes estétek. Sziasztok!